kapuban. Danilovics már az őszi meccsen kivédett egy 11-est a Vidivel szemben, de most nem ő véd, hanem Hegedűs. Hát ő is jó kapus. Milánov a labda mögött tehát, 54. perc. És Milánov nagyon higgadtan a kapu jobb oldalába lövi a labdát. Vezet a MOL Vidi FC a bolgár légiós góljával, akinek ez az első gólja ebben a szezonban, a 22. NB1-es mérkőzésén. Itt pedig még egyszer teljesen egyértelmű, hogy kívül volt a szabálytalanság. Hegedűs a másik irányba vetődött. Jól helyezte Milanov.